A szakma egy kicsit másképp, mint a hétköznapokban. Bár most is mindenki izgett, mozgott, a cél mégsem egy újabb beruházás kivitelezése volt. Ez a nap ugyanis a szórakozásról szólt. Az építők napját a 20. század elejétől ünnepeljük, amikor megalakult az építők szakszervezete, a MÉMOSZ. És aztán a későbbiek során, ugye az évtizedek folyamán egyesült a faipari szakszervezetekkel, és hát miután az építők napja az nem a vezetőknek a ünnepe, hanem alapvetően minden építőipari embernek, aki az építőiparban dolgozik, fizikai munkás és mérnök is természetesen, ennek következtében alapvetően adódott, hogy a szakszervezet szervezte ezeket a programokat, és így történt ez az elmúlt időkig is. Bátaszéken tavaly elevenítették fel a hagyományokat. Nem véletlen a helyszín, hiszen a település a háború előtt az építőipar egyik megyei fellegvára volt. A másikok nem más, mint az egyik főszervező, az Aliszkabau Kft., melyet szintén erős kötelékek fűzik a városhoz. Az építőipar évek óta gondokkal küzd, tehát naponta hol megmérnek bennünket, hol mi versenyzünk a munkákért, és igazán nem volt egy olyan fórum, ahol a különböző építőipari szervezetek eltöltsenek egy olyan napot, ahol csak el vagyunk egymással, és örülünk egymásnak. A rendszerváltás előtt ugye június első szombatja mindig az építők napja volt, és mi ezt a hagyományt szerettük volna feleleveníteni, hiszen hogyha körbenéz, a mi korosztályunk azért még abban a rendszerben elég sokat dolgozott. A rendezvényre, aki csak tehette, a családját is magával vitte. A gyerekeket légvár, a férfiakat foci és bográcsok várták. A főzésbe, illetve az előkészületekbe természetesen a hölgyek is bekapcsolódhattak. A lényeg, hogy mindenki jól érezze magát. Milyen finomság készül? Vegyes pörkölt lesz. Most éppen a húst raktuk bele. Nem tudjuk, mikor lesz kész, Peti? 3 óra körülbelül, és akkor utána fogunk ebédelni. Addig a többiek fociznak, jól érezzük magunkat. Én úgy látom, hogy az Aliszka azért törekszik arra, hogy a csapat egybe legyen. Tehát ugyanúgy a brigádok, tehát egy ilyen rendezvénnyel egybekötött valamit is, hogy megszervez, ez nem kis dolog. Én úgy látom, hogy ez egy jó valami. Tehát összetartja a családot, gyerekeket, feleségestől együtt. Az építők napjáról lévén szó, nem mehetünk el a szakma jelenlegi helyzete mellett sem. Az építőiparban a 2004-es év az nagyon jó év volt. A 2005-ös évben sajnos ma nem láthatók ekkora fejlődés, mint az előző évben, de összességében egy stabil állapot van, tehát úgy néz ki, hogy az építőipart kedvezően érintette ez az Európai Unió, de várhatóan konkurencia is fog jelentkezni. Maga az építőipar egy tök szegmensből álló rész. Tavaly is voltak olyan iparágak, nem is iparágak, olyan részek, amik nem küzdöttek gondokkal. Értem ez alatt az autópályaépítést, hiszen mindenki, hogyha kinyitja az újságot, vagy nézi a médiát, benne van, hogy az M7-es, M5-ös, M3-as nagyon nagy erőkkel, vagy nagyon nagy erőkkel dolgoznak rajta. Alapvetően tavaly már a lakásépítés lecsengőben volt. Idén úgy látjuk, hogy abszolút stagnál ez a piac, és ez mellett a mi régiónk igazán nem dicsekedhet a többi kiegészítőágban sem, tehát sem közműépítésben, sem útépítésben, és sajnos lakásépítésben sem. Kicsit szkeptikus vagyok. Én nem csak a 2005-ös éveit, hanem 2006-os évet is egy kicsit félve látom, hiszen itt mindenki a 2007-ről beszél, hogy majd 2007-től a különböző uniós pénzek be fognak áramlani az országba. Nekem ez az a gondom, hogy ha lesznek biztos, hogy uniós pénzek, de ezek nem fognak áramlani. Tehát ezekért a pénzekért pályázni kell, kőkemény munkával kell pályázni, és
nem vagyok róla meggyőződve, hogy az első év, tehát a 2007-es egy diadalmenet lesz ebből a szempontból sem. Tehát én azt gondolom, hogy a következő 2-3 év igenis a nadrágszíjhúzás időszaka lesz az építőipar minden területén. A szakmát ezúttal nem a gondok, hanem a jó hangulat uralta, amihez a három gyönyörű hangú énekes Vágó Bernadett, Vágó Zsuzsanna és Iványi Angelika musical előadása is hozzájárult. Ennyi fért mai adásunkba, újabb gazdasági magazinnal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra! Én úgy érzem, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Jó, szerintem ez a rendezvény, hogy csinálnak valamit, hogy az egész családnak, nem csak akik dolgoznak a cégen belül. Jó kicsit kimozdulni együtt van mindenki.